Népszerűek a kézházak. Az otthonteremtési program és az áfacsökkentés hatására a könnyű szerkezetes házak iránt is megnőtt az érdeklődés. Jubileum. 25 éves az egészségügyi szervezőképzés. Az alkalomból ünnepi rendezvénnyel készült a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Egymást segítik. Megalakult a Magyar Controlling Egyesület nyíregyházi munkacsoportja. Tagjai olyan szakemberek, akik kíváncsiak új megoldásokra a vállalatirányítás terén. Egyre több megrendelést kapnak a kézházépítők. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az otthonteremtési program és az áfacsökkentés hatására a könnyű szerkezetes házak iránt is megnőtt az érdeklődés. Egy átlagos 100 négyzetméteres házat műszaki tartalomtól függően 20-22 millió forintból felépítenek, akár két hónap alatt. Probléma viszont, hogy a vállalkozások építőanyag és szakember hiánnyal küzdenek. Ennél a nyíregyházi székhelyű vállalkozásnál egy házpalán dolgoznak a szakemberek. A könnyű szerkezetes építkezés előnye, hogy az elemek előre legyártottak, így gyorsan összerakhatók, precízen illeszthetők és jól szigetelhető a ház. A technológiában, akik megbíznak és gyorsan, de akár olcsóbban akarnak építkezni, belevágnak az elemes építkezésbe. A csok az építőiparban az áfa csökkentése ösztönzi az ilyen építkezéseket. A kivitelező cégek visszás helyzetbe kerültek, hiszen mostanra annyi megrendelést kapnak, hogy alapanyag és munkaerő hiány miatt képtelenek azonnal teljesíteni a megrendeléseket, mondta erre a cégvezetője 35 perc című műsorunkban. Egy olyan hirtelen kereslet növekedéssel kellett szembenéznünk, amire a lakásépítőipar, most ezt ezért mondom, hogy speciálisan nem volt felkészülve. Sőt, hát az alapanyag, az építőanyag ipar sem volt felkészülve. Ez most látszik, hogy kicsit csúsznak az építőanyag szállítások. Kicsit sok a megrendelés, aminek tulajdonképpen örülnünk kellene, de azért ez mindennapi fejtörést okoz. Az ilyen építkezéseknél csak kipróbált és garanciális alapanyagokkal dolgoznak. Nyugaton már egy elfogadott alternatív technológiának számít a kézházépítés. Például Németországban az építkezések 30-40%-a könnyű szerkezetes. Itthon 100 000 kézház van, az 1960-as években indult el nálunk a technológia, akkoriban évente 2000-2500 ilyen ház épült. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy éppen a nagy érdeklődés miatt vannak cégek, amelyek úgymond ügyeskednek a piacon. A legfontosabb az, hogy a családi házaknál is úgynevezett követelményeknek kell megfelelni az épület különböző szerkezetének, főfalnak, válaszfalnak, födénnek és tetőszerkezetnek. Ezeknek vagy szabványnak, vagy minősítésnek kell megfelelni. Ezt kell elsősorban megnézni és igazoltatni a cégekkel, hogy milyen termékekből állítja össze a kézházat. Ez egy nagyon fontos mutatószám. Másrészt pedig természetesen meg kell nézni a referencia munkáit is. Egy 80-100 négyzetméteres kézház kulcsakész állapotban 180-190 ezer forint négyzetméteres áron elérhető már. Ez az átlagtól némileg alacsonyabb ár az új lakások piacán. 25 éves az egészségügyi szervezőképzés. A jubileum alkalmából ünnepi rendezvénnyel készült a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Az oktatási intézményben szóltak a szak megalapításáról, valamint jelenlegi helyzetéről is. A kar oktatási dékán helyettese kiemelte, most mintegy 150-en gyarapítják tudásukat az egészségügyi szervező szakon. Ez a Debreceni Egyetem egészségügyi kara, itt indult el Magyarországon elsőként az egészségügyi szervező szak. 25 évvel ezelőtt 25-en jelentkeztek a képzésre, amelyet az informatika fejlődése hívott életre. A jubileum alkalmából azok szóltak az ünnepi rendezvényen, akik segítették a szak elindulását, többek között a volt közigazgatási államtitkár Jávor András, valamint korábbi oktatók. Nyíregyháza vállalta fel nagyon lelkesen ezt a kérdést. A minisztérium és az egyetemek támogatták, és nagyon komoly kérdés volt a probléma megoldásában, hogy a megye intézményei vállalták a gyakorlati oktatást.
valahol az egész oktatásnak a mottója az első fél évben, első évben az volt, hogy tanulva tanítani. Az oktató két órával előbbrébb járt az oktatási anyagban, mint a hallgató, és úgy adtuk elő az általunk vállalt tárgyakat, hogy fölkészültünk a hallgatóknak az információ átadására. Valóban nagyon lelkesen működött ez a szak, és a 95-ös első végzéseknél már láttuk, hogy milyen nagy szükség van ezekre a szakemberekre. Napjainkban az egészségügyi szervező alapszakon, ezen belül egészségbiztosítás, turizmus szervező specializációkon, valamint egészségügyi ügyvitel szervező szakirányon tanulhatnak a hallgatók. Az egészségügyi ügyvitel szervezők ugye az egészségügyi intézményekben helyezkedhetnek el elsősorban, tehát ők ugye az adatfeldolgozással, illetve a szoftverek üzemeltetésével fognak foglalkozni ezen a területen. Ez ma azt mondhatjuk, hogy egyre inkább előtérbe kerül, hiszen az EHS bevezetése Magyarországon napirenden van, ugye az e-kártya bevezetése napirenden van, tehát én azt gondolom, hogy ezekre a szakemberekre egyre nagyobb szükség lesz a jövőben. A kar oktatási dékán helyettese hozzátette, jelenleg mintegy 150-en gyarapítják tudásukat az egészségügyi szervező szakon. Megalakult a Magyar Controlling Egyesület nyíregyházi munkacsoportja. Tagjai olyan nagyvállalati vezetők, gazdasági szakemberek és kontrollerek, akik kíváncsiak új megoldásokra, tapasztalatokra a vállalat irányítás és az üzleti tervezés terén. A hálózat nyíregyházi tagjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában találkoztak első alkalommal. Hogyan lehet jól használni egy Excel-t, mert ha jól használják, rengeteg időt lehet megtakarítani a rendszer segítségével, de alkalmas arra is, hogy egy vezető egy egész információs rendszert kihozzon belőle. Erről is beszélgetett a munkacsoport az első találkozón. Gazdasági vezetők, ügyvezetők, kontrollerek és egyetemi oktatókból áll a nyíregyházi munkacsoport. A LEGO, a Hübner, a Michelin és még sok más nemzetközi nagyvállalat, valamint hazai vállalkozás is csatlakozott a hálózathoz. A controlling nem más, mint tervezés, vezetés és az információ ellátást biztosító hatékony rendszer. A vállalat irányításban ellenőrző szerepet tölt be, vagyis egy vállalat sikeres, ha a controlling jól végzi munkáját. A külföldi cégek a már kipróbált controlling rendszereiket alkalmazzák nálunk, de azokat folyamatosan alakítják a piaci környezethez, az innovációs lehetőségeikhez. A hálózatos tapasztalatcsere ma már nélkülözhetetlen. A munkacsoportban egy-egy vállalatirányításban felmerülő probléma megoldására is kidolgoznak alternatívákat. Hogyan lehet a mai ilyen nagyon bolond világban, ahol olyan szétesőben vannak az értékláncok, mi úgy mondjuk, ahol a világnak a legkülönbözőbb pontjain gyártanak dolgokat, értékesítenek, fejlesztenek, és mégis egy vállalat. És akkor bejön ebbe a digitalizáció, bizonyos értéklánc elemeket ebből teljesen kivesz belőle, és elvisz, és a vállalatirányítás ezt követnie kell. Tehát olyan tervezési rendszerekre van szükség, ami képes irányítani ezeket az értékláncokat. Tehát ez végül is a nagyon nagy témája, nem csak Magyarországnak, vagy nem csak Nyíregyházának, hanem Magyarországnak, az egész világnak is, hogy lehet egyáltalán ezt a hálózatosodást, ezt irányítani, kézben tartani. A Magyar Controlling Egyesületet 1993-ban hozták létre, azóta minden évben konferenciákat tartanak, munkacsoportjai számára workshopokat rendeznek. Évente kétszer találkoznak, és többek között vállalati stratégia, innováció, üzleti tervezés témában cserélnek tapasztalatot, vagy dolgoznak ki új megoldásokat, amelyekkel fejleszthetők eddigi gyakorlataik. Kirják Róbertet nevezte ki a nyíregyházi közgyűlés a Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatói posztjára. A testület augusztusban hirdette meg az állást, amelyre egy érvényes pályázat érkezett. Kirják Róbert, aki jelenleg is a színház ügyvezetője, 5 évig töltheti be a munkakört. Baleset történt Nyíregyháza és Nagykálló között. Egy autós kikanyarodott egy főúton előző személygépkocsi elé, így ütköztek össze. Személysérülés nem történt, a kár viszont jelentős. Egy 4 éves nőstény perzsa párduc érkezett a nyíregyházi állatparkba. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 1000 pedagógus akkreditált képzése, alternatív kerettanterv kidolgozása is szerepel abban a 3 éves programban, amelyről Nyíregyházán írt alá együttműködési megállapodást a Magyar Röplabda Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség.
Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó magyar kupában a Baktalórendháza vélyese. Illés László együttese 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel bizonyult jobbnak a Gyulai FC-nél. Egy 4 éves nőstény perzsa párduc érkezett az Európai Fajmegőrzési Program keretében a Nyíregyházi Állatparkba. A ritka nagymacska még karanténban van. A biztonsági időszak letelte után egy új, tágas kifutóban ismerkedhet meg újdonsult párjával, a 2 éve a parkban született hímpárduccal. Megérkezett Hannoverből Emília, a fenséges perzsa párduc Nyíregyházára. Az Ázsiában honos állat azért került a veszélyeztetett állatok listájára, mert természetes zsákmányállatai, a közepes termetű patás állatok, így például a gazellák, vadkecskék, szarvasok és őzek erősen fogyatkoznak élőhelyén, így gyakran ejt házi állatokat. Ezért a helyi lakosok vadásznak rá, ráadásul testrészeit előszeretettel használják a tradicionális keleti gyógyászatban is. Az orvadászat mellett a populációk elszigetelődése és az emiatt kialakuló beltenyészet is veszélyeztető tényező a perzsa párducra nézve. Egyet számát jelenleg mindössze 1200-1700 körülire becsülik. A Nyíregyházi Állatpark tagja az Európai Állatkeretek és Akváriumok Szövetségének, és a szövetség berkein belül egy különleges tenyészprogramban veszünk részt, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy fogságban zárt tartási körülmények között egy genetikailag olyan megfelelő állományt hozzunk létre, amely akár visszatelepítésre is alkalmas lehet. A Nyíregyházi Állatpark 2009-ben csatlakozott ez a programhoz, és 14-ben született legutoljára itt egy hímutód, amelyhez most érkezett egy 4 éves nőstény. A karanténidő lejárta után a perzsa párduc tenyész pár egy új, tágas kifutóban megismerkedik majd egymással, és remélhetőleg jövőre már szaporulatról is beszámolhatunk. Állati építésbe kezdett ma reggel 12 iskola diákja a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. A tanulók egész nap legóztak, ami kreativitásukat és csoportos probléma megoldásukat fejlesztette. A Nyíregyházi Legógyár közösségi programjának fő témája a veszélyeztetett állatfajok megóvása volt. A Nyíregyházi Legógyár úgynevezett helyi közösségi szerepvállalás programjának fő témája a veszélyeztetett állatfajok megóvása volt. A Legónak ehhez a Nyíregyházi Állatpark munkatársai is segítettek. Az előadások mellett játékos feladatokat is kaptak a diákok. Ennél a standnál például a képzeletbeli jövő zöld Nyíregyházáját kellett játékkockákból kirakniuk a diákoknak. Egy másik feladatban fehér, szürke és fekete legókat kaptak, azokból állatmintákat raktak ki a csapatok. Az INCD-ből jöttünk, egy szürke marhát kell kiraknunk több száz legóból, és hát elég nehéz. Az Rényi Ilona gimnáziumból jöttünk, 9. osztályosok vagyunk, és ez az első évfolyam, és hát osztály, aki részt vesz ezen a LEGO programon, úgyhogy mi ilyen kísérleti nyulaknak érezzük magunkat, de végül is örülünk, hogy mi itt lehetünk. Mit kaptatok? A kenguru állatot kaptuk, és hát igazából fél órát kaptunk volna rá, de mivel van egy óránk rá, szerintem ezt hamarabb is ki lehet rakni, nem egy olyan nehéz dolog, de nagyon ötletes dolog. A középiskolások évek óta nem legóztak, ezért sokuknak lassabban ment az állati építés, a képkirakás. De mivel egész nap közösen legóztak, kreativitásuk és csoportos probléma megoldásuk fejlődött. Azon kívül, hogy képet építenek, van egy úgynevezett design thinking nevű feladatunk is, illetve több. Az egyik arról szól például, hogy hogyan tudnak olyan autót építeni LEGO elemekből, ami a lehető legmesszebbre tud ugratni egy rámpáról. Vagy van egy olyan LEGO Mindstorms robot szettekből kirakott vasúti pályánk, amin feladatokat kell teljesíteni, különböző szenzorokat kell működésbe hozni, és ennek megfelelően kell nekik a vonatnak a felépítményét megépíteniük, hogy az összes feladatot tudja abszolválni a vonat. Ez az a pálya és vonat, de emellett robotelefánt és LEGO tigris is várta a diákokat, akik Nyíregyháza közintézményeiben játékkockákból kirakott állatlábnyomokat is kerestek.
1000 pedagógus akkreditált képzése, alternatív kerettanterv kidolgozása is szerepel abban a 3 éves programban, amelyről Nyíregyházán írt alá együttműködési megállapodást a Magyar Röplabda Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség. A cél az, hogy az általános iskolákban minél több fiatallal megismertessék a sportágat, és biztosítsák a képzéshez szükséges szakmai hátteret. A magyar női röplabda válogatott tavaly 28 év szünet után szerepelt Európa-bajnokságon, idén pedig a csapat kijutott a jövő évi kontinens tornára. A jelen sikerei mellett a jövőre is gondolnak a szövetségben, ezért szeretnék a sportág utánpótlás bázisát szélesíteni. Ennek érdekében az MRS a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen indít egy 3 éves programot. Az erről szóló megállapodás szerdán Nyíregyházán írták alá. Ez az együttműködés azért nagyon fontos, mert egy legszélesebb bázis céloz meg az általános iskola első 8 osztályok között a röplabda megszerettetését, bemutatását, az erre irányuló mozgáskultúra kialakítását, amit úgy kezdünk el, hogy 1000 testnevelő tanárt szeretnénk akkreditált képzésben részesíteni a Diáksport Szövetséggel együttműködve. Egyrészt, másrészt pedig az alternatív kerettantev részévé válik a röplabda. Csapatsportágok közül eddig a labdarúgás és a kézilabda már szerepel, most harmadiknak a röplabda is ilyen lehetőséget kap. A Magyar Diáksport Szövetség elnöke Balogh Gábor elmondta, hogy a mindennapos testnevelés teremtette meg annak a lehetőségét, hogy 2017. szeptemberétől tartalmilag és minőségileg is új lehetőségeket kínáljanak a sportolni vágyó gyerekek számára. Most van az a lehetőség, hogy célzottan sportáspecifikus tartalmakat, mozgásformákat be tudjunk vinni a mindennapos testnevelés keretében. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ebben a nagyon nehéz helyzetben, ahol már minden sportág azért azon a nehézséggel küzdik, hogy hogyan tudja az utánpótlását szélesíteni. Ez egy nagyon jó lehetőség, mert a gyermekek, főleg, hogyha a tanulók, ha az iskoláról beszélünk, az egésznapos iskolát, ha nézzük, akkor 8-tól 4 óráig bent vannak. Gyakorlatilag ott kell tudnunk olyan tartalmakat nekik mutatni, amivel a különböző sportágakat meg tudjuk velük szerettetni. A Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, Ludwig Zsolt, a feltételrendszer megteremtéséről szólva kiemelte, hogy a Sport legyen a tiéd program keretében eddig 210 iskolába juttattak el labdákat, hálókat és egyéb edzéseszközöket tartalmazó egységcsomagokat. A cél a 300-as határ elérése. Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó magyar kupában a Bakta Loránd házavéjese. Illés László együttese 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel bizonyult jobbnak a Gyulai FC-nél. A másik még versenyben lévő megyebeli csapat, a Nyíregyháza Spartacus 3-2-es vereséget szenvedett Kozár Mislenyben, így elbúcsúzott a további küzdelmektől. A megyei első osztályban szereplő házigazda az első negyed óra végén Lakatos Zsolt érintés nélküli szögletből lőtt góljával szerzett vezetést az NB3-as Gyula ellen. A második fél időben a vendégek voltak mezőnyfölényben, helyzeteik is akadtak, miként a másik oldalon is adódott lehetőség a gólszerzésre. Egészen az utolsó percig úgy tűnt, hogy győz a Bakta, akkor 11-eshez jutott a Gyula, amit Erdős váltott gólra. Ezt követően a játékvezető kiállította Illés Lászlót, a hazaiak játékos edzőjét. A hosszabbításban gólt nem, csak 2 kiállítás láthatott a közönség, Rátit a 97. Balogot pedig a 120. percben küldte le a pályáról a játékvezető. Következett a 11-es párbaj, amelyben a hazaiak egyszer sem hibáztak, míg a gyulaiak 2-szer is, Burai kapufája után Marics István kivédte Zámbori lövését, így következhetett a baktai ünneplés. Az döntött olyan, hogy nagyon tovább akartunk jutni, nagyon akartuk a győzelmet, és ennek érdekében óriási erőket mozgósítottunk. Az utolsó utáni tartalékokat is sikerült előszednünk, és sikerült kivívnunk azt, hogy 11-esekkel újra sikerült tovább jutnunk. Bár úgy gondolom, hogy ha higgadtabban merünk játszani, akkor rendes játékidőbe is tovább juttattunk volna. A vendégek megbízott edzője szerint megvoltak a lehetőségeik arra, hogy maguk javára fordítsák a mérkőzést. Hetek óta tart a gólinség, mi egyébként tovább szerettünk volna jutni a mai napon, és úgy érzem, hogy ez a gólinség, ami a csapat körül van, hogy a 3 csoportban talán azt hiszem, hogy mi vagyunk a harmadikok, akik a legkevesebb gólt rúgtuk, és ma is ez így volt, és rendes játék időben el tudtuk volna dönteni a mérkőzést, hogyha megint 3-szor vittük kapusra a labdát, egyszer nem is tudom, mit kéne csinálni a csatárnak, hogy belugjuk, tehát
jól küzdöttek, uraltuk a játékot, mentek, passzolni, egyszer nem tudunk gólt rúgni. A másik érintett megyebeli csapat, a Nyíregyháza Spartakusz 3-2-re kikapott Kozármislenyben, így elbúcsúzott a Magyar Kupától. A Bakta Lóránt háza legjobb 16 közé jutásért november 30-án lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. Egyre több megrendelést kapnak a kézházépítők. Az otthonteremtési program és az áfa csökkentés hatására a könnyű szerkezetes házak iránt is megnőtt az érdeklődés. Egy átlagos 100 négyzetméteres házat műszaki tartalomtól függően 20-22 millió forintból felépítenek, akár két hónap alatt. 25 éves az egészségügyi szervezőképzés. A jubileum alkalmából ünnepi rendezvénnyel készült a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Jelenleg mintegy 150-en gyarapítják tudásukat ezen a szakon. Megalakult a Magyar Controlling Egyesület nyíregyházi munkacsoportja. Tagjai olyan nagyvállalati vezetők, gazdasági szakemberek és kontrollerek, akik kíváncsiak új megoldásokra, tapasztalatokra a vállalatirányítás és az üzleti tervezés terén. A Kölcsei Televízió híradóját látták október 27-én csütörtökön. Holnap este is várjuk Önöket friss hírekkel, műsorainkért és további tudósításokért, addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, lényegesen nem változik időjárásunk, bár egy északról közeledő hidegfront előtt enyhébb levegő érkezik fölénk. Este változóan felhős lesz az ég, majd éjjel derült idő várható. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 1 fok között alakul. Holnap napközben a pára, köd feloszlása után napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nem valószínű. A nyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul, fronthatás nincsen térségünkben. A hosszú hétvégén minden nap lesz több-kevesebb napsütés, ennek ellenére a sok évi átlagnál kicsivel hidegebb időre számíthatunk. Jelentős csapadék nem lesz, az éjszakai órákban a derült, szélcsendes tájakon fagypont alá hűl a levegő.